vezetés elméleti teszt után volánhoz ültek a lelkészek. A tiszáninneni református egyházkerület felkérésére 10 lelkipásztornak tartott oktatást a Borsodabaú-Zemplén megyei balesetmegelőzési bizottság. A fókuszban a téli felkészülés volt, mivel a rendőrökhöz hasonlóan a lelkészek is minden időjárási körülmény között teljesítenek szolgálatot. Az A, igen. Igen, az A. 36-os, tehát adunk szintén az A a hely. Első alkalommal vettek részt vezetéstechnikai oktatáson református lelkipásztorok a Borsodabaú-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság kiképző központjában. A tiszáninneni református egyházkerület 10 lelkésze először elméleti oktatáson vett részt, majd egy kresztesztet is kitöltöttek. A vizsga jól sikerült, hiszen mindenki átment. Azért ez is azt mutatja, hogy egyrészt gyakorlottak a lelkipásztoraink, tehát sok időt töltenek az utakon. Másrészt azt is érzem, hogy fegyelmezettek vagyunk, és nyilván a hitünkből, szolgálatunkból kifolyólag pedig odafigyelünk a másik emberre, odafigyelünk a szabályokra is. Ugyanakkor jó volt átismételni ezeket a tudásanyagokat is. Az elméletet a vezetés követte, két autón is próbára tehették tudásukat a lelkészek. Az oktatást a tiszáninneni református egyházkerület kezdeményezte a baleset megelőzési bizottságnál, mivel a lelkipásztorok sokat vannak úton, minden időjárási körülmény között szolgálatot teljesítenek. Az első gépjárművel egy ügyességi pályát kell, hogy teljesítsenek, tehát megtanulják magyarán kezelni a gépjárművet a legnehezebb, legszűkebb feladatokon és legszűkebb kapukba, amíg az kitkár pedig a csúszás feladatot imitálja, tehát megtanulják azt, hogy amely a gépjármű eleje vagy hátulja megcsúszik, akkor melyek azok a feltételek, miket kell megtenni ahhoz, hogy a gépjárművet egyenesbe tudjuk hozni. A jövőben tovább bővítenék a képzésen résztvevők számát az egyházkerület és a rendőrség együttműködésének köszönhetően.